Rendészek és mezőőrök közösen járőröztek a Drenka dűlőben. A bejárást Deák Bárdos Mihály önkormányzati képviselő kérte, aki az itt lakók problémáit tolmácsolta a múlt heti közgyűlésen. A járőr csapathoz ezúttal a hatósági osztály szakemberei is csatlakoztak, akik összefoglaló jelentést írnak majd az önkormányzat számára az itt tapasztaltakról. Az egyik csapatszolgálatunk a Drenka dűlő környezetét fogja átfogóan ellenőrizni. Eligazítás a Miskolci Önkormányzati Rendészet Központjában. Ezúttal a rendészek és a mezőőrök közösen indultak járőrözni a Drenka hegyre. Itt van a Görögszőlő utca, ugye, és itt jövünk fel. Térképen is ellenőrizték az ingatlanokat. Düledező épületek, szétvágott kerítés fogadta a járőrszolgálatot, de nem ez a legnagyobb probléma. Kamerával őrzött terület, belépni tilos, hirdeti a tábla több helyen is. Ez sem tartja azonban vissza a tolvajokat. Szombaton vitték el az ajtómat, az ágyamat, az asztalomat, az egész faházat föltörték, úgyhogy itt van 200 méterre. És megvan, aki vitte elfelé, és a tete is megvan. A rendőrségen bent voltam hétfőn, bejelentettem, meg kértek a nyomozók, felvették a jegyzőkönyvet. Plüssállat, széttört tévékészülék, tusfürdőflakon, és meg annyi más szemét az út mindkét oldalán. A romló közbiztonság mellett az illegális szemétlerakás is problémát jelent. A Drenka-hegyi gondokat Deák Bárdos Mihály önkormányzati képviselő az elmúlt heti közgyűlésen vázolta fel. Ő kérte a bejárást. Látjuk, hogy vannak problémák, megpróbáljuk ezeket valamilyen szinten orvosolni, amennyiben lehetőség van rá, helyszínen intézkednek a kollégáim, illetve bizonyos esetekben pedig eljárás kezdeményeznek. Nem kell kötni a szemétszállítási szerződést. A szemétszállítást és a kutyák oltási igazolványát is ellenőrizték a járőrök. A hatósági osztály szakembereivel együtt azt is megnézték, egy-egy ingatlan önkormányzati vagy magánkézben van-e. Az önkormányzati képviselő felajánlotta, képviselői alapjából is áldoz arra, hogy javuljon az itt élők helyzete. Szemétszedésben tudok segíteni, tehát konténert a városgazdánál levő képviselőlapomra tudok intézni, illetve hogyha esetleg szintén a képviselőlapból, hogyha úgy döntenek, mondjuk a holdingnál, vagy a kamera csoportnál, hogy ki lehet helyezni egy kamerát ide ebbe a keresztedésbe, ahol éppen most állunk, akkor azt is tudom támogatni. Deák Bárdos Mihály hozzátette, az útjavításra és az út melletti növényzet írtására is fordít majd képviselői keretéből.